Dr. Gyurcsányi Zsoltra. Be kell kapcsolni, ott van a piros. A piros gomb. Halló? Amúgy meg vagyok. Oltási balesetek, az oltó, illetve észlelő orvos
A járási hivatal is elvileg az Országos Gyógyszerészet és Élelmezés Egészségügyi Intézetnek, a járási hivatal a kormányhivatalnak, a kormányhivatal az Országos Tisztviselőorvosnak és az OKI-nak, Országos Közegészségügyi Intézet haladéktalanul jelenti. Tehát olyan tökéletes ez a szabályozás, hogy gondolnánk, hogy semmi szükség arra, hogy mindenki bejöjjünk, mert mindennek van oldva, tökéletes a szervezeti felépítés, a hierarchia, ebben a pontban működés nem lehetséges. Egy jelentett virtuálisan megszólaló úrral talán egyet is érthetünk, tökéletes kreatívnek üvegvizetve ezt. Ha minden így alakul, ugye? Körülbelül évet 2,5 millió oldás van. Ez egy kicsit elégás lesz. Ez 7 évre vonatkozik. Tehát az a statisztika, amit fogok hivatkozni, ez 7 év anyagát foglalja össze, tehát ebben 2,5 millió oltás beadása történt meg, amiből 2 millió kötelező volt. És a jogszabály, amit az előbb mondtam, a 1998-1998-as érvényi miniszterelnök emberek a bejelentésről, kivizsgálási módszeréről, bűnöletéről, a vizsgálati eredményről, termékről szól. Pontosabban csak a bejelentésről szól, elnézést, a bejelentésről szól, és egyéb kivizsgálási módszerről semmiféle szabályozás nincs. Ebből az következik, hogy nem jogszabálysértő ebben a szabályozásban, hogyha egy oltást követő nem kívánatos esemény, akár a szülő, vagy a házi orvos, vagy akármelyik orvos, aki észleli a problémát, bejelent a fent mutatott utakon át, és az a személykosárba kerül, mert ez nincsen törvényi hatály erre vonatkozó. Tehát nem lehet a hatóságot azért elmarasztalni, mert személykosárba dobta be az oltást követő nem kívánatos esemény jelentő lapját. És ezt ugye olyan magunkfajta kis emberek, akik nincsenek ezekben a hivatalokban, nem is tudjuk leellenőrizni, hogy mi történt, mi volt a kivizsgálás mentén, mert ez nem nyilvános. Kimondta az Alkotmánybíróság viszont, hogy a védőoltási módszert, ami levél, az nem jogszabály. Tehát amíg ők házon belül a IMPS, ugye a jogerőre ennek a mostani szervezetnek, tehát házon belül meghatározzák, hogy milyen kivizsgálási menetet tartanak szükségesnek. Ebből semmiféle következmény nincsen, hogyha teljesítik, nem teljesítik, rájuk nem bízva, nem ellenőrzik meg senkit. Itt röviden felsorolja ez a védőoltási módszertani elvét, hogy hogyan jár ő el. Nem itt ugye az Alkotmánybíróságtól tudjuk, hogy ez nem jogszabály, senki semmire nem kötelez. 2017-ig minden évben megjelent az Országos Epidemiológiai Központnak a honlapján az előző évre szóló oltást követő nem kívánatos események kivizsgálásáról szóló jegyzőkönyv. Ez kb. 2-3 oldal szokott lenni. És ezekkel beírták, hogy nagy minden oltóanyag biztonságos, nem történt semmi baleset, semmi súlyos károsodás, nem történt haláleset, és azt is leírják, hogy az a néhány kórházba került gyerek, aki az oltást követően kórházba került, hogy az a rosszul léte betegsége, az nem függ össze az oltóanyagokkal. Tehát 7 év adatait összegezve találtam ezt. Sajnos volt egy kis konfigurációs probléma, de azért talán lehet olvasni a jegyzetet, az a piros kereszt az valahogy nem jó helyre került, de a lényeg az összesítésben, amit a négy sorban látjuk, hogy 2010-es,
2011-13-as évben hány oltást adtak be összesen, illetve ezeknek az előzetes becslése is ott tartalmat. Azért különbség és csillagozott a becslés és a valódi beadott oltás szám, mert akkor került fogalomba néhány új oltás, amiket még pontosan nem tudtak akkor, hogy nem vezették, hogy hányat adtak azokról be. No és akkor ezek közül látható az életkorhoz kötötten kötelezően beadott oltások száma, és azt is, hogy hány bejelentés történt az oltás utáni halálesetekről. Ugye az a jogszabály szerint azt a halálesetet kell bejelenteni kötelezően, függetlenül attól, hogy az oltás következményeket tartják ki, vagy nem a következményeket. Ha 24 órán az oltás követően következik a haláleset. Statisztikai lehet tudni nyilvánvaló, hogy a sajnos gyerekek közül is van néhány ok, ami miatt nem oltástól meghalhatnak a gyerekek, és akkor ezt úgy találták, ezeknél itt a téveknél, hogy nem volt összefüggés a oltásokkal. Aztán a következő oszlop, ugye a beadott BCG oltásokat mutatja, és azon túl pedig, hogy hány kórházi felvétel volt szükséges a BCG oltások után. Végig nullát találjuk, és azt is minden évben, hogy nulla súlyos oltási mellékhatás történt ezekkel a kivizsgálások alapján. Ez a folytatása a táblázatnak, és alul látható az összesítés, hogy 7 év alatt 15 milliónál több oltás történt, és itt az összesítésben látjuk, hogy ebből kötelező oltási 7 milliónál több volt, és a lényeg, hogy súlyos oltási mellékhatás, hogy haláleset az oltóanyag következményi téren egyetlen egy sem fordult elő, 7 év alatt a hivatalos jelentések szerint. Szemben ezzel elég apró betűnek talán segítek el tájékozódni a diagramon. Szerintem a hivatalos oltóanyag tájékoztatóval, amely azt mondja, hogy például osteomielitis, azaz egy csontvelő gyulladás, vagy egy szubkuratív infarelitis, tehát egy gen- és nyírokcsomó gyulladás, hogy tájol az injekció helyén, ami súlyos, természetesen egy néhány hónapos, vagy egy-két hónapos csecsemőnél, ez egy nagyon súlyos oltét benne, és a hivatalos előirat az oltóanyagnál azt mondja, hogy ez 10 000 oltásra kell feltétlenül, hogy számoljunk azzal, hogy legalább egy ilyen mellékhatás jut. De hát, amit láttuk, több millió beadott BCG vakcina után sem volt egyetlen egy ilyen hivatalos jelentése szerint. Hát ebből két következtetést lehet levonni. Az egyik az, hogy a magyar gyerekek ilyen kemény gyerekek, mind a lányok, mind a fiúk, ilyen jó fából vannak faragva, hogy ők nem betegszenek meg azoktól az oltóanyagoktól, hogy Európa összes többi országában esetleg az elmúlt 60 év tapasztalat alapján megbetegedhetnek. Hát ez egyik következtetés, ilyen még elég valószínűleg, hogy a magyaroknál nem fordul elő. A másik pedig az, hogy nem jó a rendszer, és nem jutjuk össze a megfelelő problémákat. Most rákerestem a többszörös átalakítás után a járványügyi infekciópontból főosztály jelentésére, hogy 2017 óta mit tudunk a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján. Ilyen címszóval kerestem rá, hogy nem kívánatos esemény. 2017 óta egyetlen egy találatot adott, ami egyébként nem az oltásokkal kapcsolatos. Tehát 2017 óta éves jelentés az oltások mellékhatásairól nem adnak. Egyszerűen úgy gondolják, hogy egyáltalán nincsen mellékhatás az oltásoknak, de nem is kell ezzel foglalkozni. Van egy másik ikerszervezet, ez az Országos
gyógyszerészeti és élelmezésügyi intézet, ami egy éve ezelőtt összeolva az előbb említett Nemzeti Népegészségügyi Központtal, de azért egy néhány éven keresztül mégis csak oldalanyagokban is érintett tevékenységek folytatott. Ugyanez a rákeresés nem hozott érdemi eredményt, tehát a nem kívánatos események hivatalosan nem léteznek oltások következtében. Itt még egy-két mutatom a honlapot, hogy meg valóban utána lehet nézni, hogy ez tényleg így van, vagy hát aki engem meg tud cáfolni, nagyon szeretném megcáfolni, nem találtam meg. Pedig egy jó pár éve foglalkozom a dologra, nem találtam, hogy hol lehetnének ezek a jelentések. Ott látszik, hogy, hogy 2017 óta vannak éves jelentések. Azonban ezek egyáltalán nem tartalmaznak kortárs követően kívánatos eseményeket. Olyan statisztikákat tartalmaznak, hogy mennyire lebontva, otthonra jobbra lebontva, hány oltást adtak be. Hát mindezért a Nemzeti Egészségügyi Központ miniszteri elismerésben részesülünk, mert jól végezték a munkákat. Közvetlenül adatok ugyanezen a honlapon, ki lehet mondani ezeket a témákat, körülbelül 80 vagy 100 darab közérdekű adatról szóló jelentés szerepel a honlapon, egyetlen egy sem ír az oltás követően kívánatos eseményekről. Tehát azt a kérdezem, hogy nincsen egy közérdekű adat, hát szerintem ez a legközérdekű adat ebben a témában, amivel kötelezően foglalkozik a Nemzeti Egészségügyi kellene foglalkozni a központnak. De hát ez nem közérdekű. Nem, semmi közünk hozzá. Szemben azzal, hogy mutasok egy zárójelentést. Itt nem hozta be sajnos a probléma, ha kiírtam egyébként a teljes érintett szakasz ebből a zárójelentésről. Akinek jó szemben van, talán látja. Ez a Szegedi Tudományi Egyetem gyerekklinikáján 2017-ben elhunyt kisgyermeknek az epikrízise, tehát az összefoglaló jelentése a halálát követően, amiben megállapította a klinikai orvos, hogy a halál oka keringési elégtelenség volt, amelyet a diszteminált BCG fertőzés okozott. Tehát a BCG oltás ugye élő, gyengített tuberkulózis baktériumokat tartalmaz. Nem lehet összekeverni egy labornak az úgynevezett vad tuberkulózis baktériumokkal, mert teljesen más. Tehát ki lehet mutatni, hogy ez az oltó anyagból származott. Természetesen a fentiek szerint nem került bele az oltási mellékhatások jelentésébe. Ez a gyermek eset sem. Ahogy nem kerül bele ő sem, és még nagyon-nagyon sokat, akik egyértelműen és sokszor orvosok által is elmondottan és bizonyítottan oltóanyagtól betegeknek megmaradhatnak meg, nem kerültek bele a statisztikába. No, szóval most az, a következő részben az oltási károsodás történetéről szeretnék beszélni, valamint a homeopátiáról, elvéről és történetéről, amelyek majd, hogy nem egyszerre keletkeztek, vagy egyszerre indultak, de egy kis magájára kitérőt hagyd tegyek. Négy oltatlan gyermekem van, 15 éves a legnagyobb, 10 éves a legkisebb, összesen 51 gyermek év kezelés jelent ez. Én voltam kezelőorvosuk kezdettől fogva. Homeopátiával kezeltem őket. Fájdalomcsillapítót, antibiotikumot nem kaptam. 13 éve vannak ennek fejében, ugye? 13 éve vannak védelembe véve a hatóság által, mert nem tudok, ugye ezáltal nem kapja a gyerek az oltást, akkor természetesen veszélyeztető van,
és ezért a gyerekeket meg kell védeni a szüleiket. Ugye? Nyilvánvaló. Sok pénzbüntetés, etikai eljárások, fenyegetések, de azért mégiscsak megvagyunk, köszönjük szépen. Egészségben. És a vakcinálást az egyszerűen indult az oltáskárosodás történetével, a Jenner kell visszamenünk, aki az első hívőoltást fejlesztette ki, de hát rögtön halálesetre indult, érdekes elolvasni a történetet, nagyon-nagyon sok haláleset és baj kísérte a hívőoltás diadal menetét, ugye? Mert hát én így kiadom menet, mert sikerült a Földről teljesen eradikálni a hívőt. De már az elején James Compton Burnett, homeopata orvos, fölismerte, hogy nagyon sok beteges állapot vezethető vissza a hívőoltáshoz. És ő már akkor meg tudta mondani, hogy milyen gyógyszerrel lehet megelőzni, hogy kezelni ezt az oltáskárosodást, és aztán ő mondta ki először azt, hogy nagyon jó hatása lehet az oltáskárosodásokban, hogyha oltásokból készült homeopátiás szereket alkalmazunk. Bár ezeket ő nem dolgozta ki, ez a későbbi korok művelőinek jutott. Tehát Börnettnek könnyű dolga volt, mert minden betegét meg tudta gyógyítani oltáskárosodásból, pedig elég súlyosak voltak, bénulások, idegzsálvák, fejfájások, aknék, mert csak egy oltás volt. Azóta pedig, ugye, az előző előadásokban is hallottuk, hát garmadával, és mindegyiknek megvan a maga célszerben, a maga különös és egyedi hatása, és ezeknek elkezdenek keveredni, akkor szörnyű káoszt tudnak a szervezetben létrehozni. Most a Hahnemanni homeopátiás szemlélet szerint egészen más a betegségek kialakulása és a betegségek lefolyása, mint ahogy ezt a hagyományos orvosi egyetemi képzésben tudjuk. Hát ez is megér persze egy több órás előadást, csak nagyon-nagyon szűkre lehet szabni. Arról van szó, hogy a Hahnemann elmélete szerint egy betegséget akkor lehet meggyógyítani, hogyha ahhoz hasonló, de annál erősebb betegséget adunk. Ebből a szempontból mindegy, hogy ez a hasonló betegség, ez egy természetes betegség, vagy úgynevezett bűnbetegség-e. Amennyiben egy természetes megfertőződés jön létre egy hívőbetegnél, egy szamárkörüléssel, ahogy az előbbi diális pillanatra lehet látni, az képes meggyógyítani a hívőt. Erről régi orvosi lapok számtalan dokumentumot mutattak be. Tehát ez igazolja Hahnemannak az elméletét. Tehát ez az, amit ki tud használni a homeopátia, hogy egy műbetegséget kelt az egyénben, ami egyébként hamar elillan, tehát néhány nap vagy néhány hét alatt elillan a betegség, de addig erősebb, mint a beteg természetes betegség, és az alatt meg tudja gyógyítani azt, feltéve, hogy az hasonló az eredeti gyógyítandó kórképhez. Szóval ezt a vakcinózis nevű fogalmat azt a Burnett vezette be, amikor úgy találta, hogy nem képes az életerő megszabadulni az oltási betegségtől, és egy új betegség következik. Hogy nem képes megszabadulni a betegségtől az egyén, ez sokszor például a lázcsillapításnak is köszönhető, ugye a nagyon teljesen általános bevett gyakorlat manapság,
hogy a védőre azt mondja a szülőnek, hogy adja a látszilagot a babának oltás után. Ez a lehető legrosszabb utajánat, de erre képezünk ki őket. Nehogy elkérdezik a gyereket, még van is kényszerítik, hogy képtelen legyen erre reagálni, hogy kivezetni magából bizonyos vállalékokkal, izzadással, szemből, fülből, akármilyen vállalékokkal, hasmeréssel, vagy formjákmátján keresztül, azokat a gyerekeket, amikor egyébként képes volna a szervezet. No, hát ez a bőrleti módszer, még annyit lehet látni, hogy különböző módvajok, különböző affinitást mutatta a bizonyos szervezet. És akkor ez alapján azért tudunk következtetni, hogy milyen szerkárosodásokat láttunk, hogy milyen oltóanyag okozhatta a károsodást. Itt ezen a képen egy 2009-es konferencia látható, amit Phyllis Smith tart egy előadást a Bona László homeopatológus szervezésében. Phyllis Smith módszerről feltétlenül kell két szót említeni, ha lejár is az idő. Beszélt először arról, hogy hogyan lehet megelőzésként is, majd aztán kezelésként is az oltóanyag rozódákat használni oltási károsodásokra. Ennek van egy nagyon jó bevált módszere, bár azt is hozzátehetünk, az elmúlt 15 évben sok mindent hozzá tudtunk még tenni, és még tudtuk fejleszteni is ezt a módszert, ami alapján nagyon sok oltás károsodott beteget lehet megjavítani, vagy meggyógyítani. Ez a két körül Magyarországon is kapható. Itt néhány a régi 15 éve ezelőtti homeopatológus az előadása. Ez egy 2017-es tanfolyam már, hogy két bölcs tartott Magyarországon, egy háromnapos tanfolyam volt az oltás károsodásokról. Tehát lehetetlen erre vállalkoztam itt 3-4 órában. Ez az ő könyve, erről a könyve az egészségi oltások nélkül. Hoztam egy pár példát, díjmentesen ajándékban, akinek jut, az elvehet belőle, ha valamennyi adományt oda tesz az asztalra, azt köszönettel elfogadom. Akinek esetleg nem jut, annak szívesen küldök postafordulatával, ha leírja valahol oda egy napra címét, meg a címét, meg a nevét, igen, hogy postaköltség ellenében szívesen küldök, és akkor még, amit látható, az a hosszú hatású homeoprofilaxis tanulmány, amit szintén ez a két bölcs amerikai homeopatológus készített el munkatársaival együtt, azt vizsgálta, hogy vajon az oltatlanok, vajon milyen egészségügyi állapotban kerülnek hosszú távon. Ugye? Mert hát itt is hallottuk a Bajas Zsolt szájából, hogy akkor lehet félni attól, hogy akkor jön a diftéria, a szamárkörgés, a bénulás, a poliomielitis és a többi hirdetett betegség. Hát erre annyit tudok válaszolni, hogy részben igaz. Tehát ez ennek az oltatlanoknál ennek a valószínűsége viszont fennáll. És a saját tapasztalatomból is egy esetet feltétlenül el kell mondanom. Az pedig az, hogy az én oltatlan kislányom körülbelül egy éves volt, amikor erősen elkezdett köhögni. És a köhögése eléggé fokozódó, egyre mélyültet, egyre ugatóbbi jellegű köhögése volt. És ugye ott ül az apja, aki háziorvos, meg belgyógyász, meg homeopata, és gondolkozik, hogy hát egy köhögés most minek? Most miért adja neki szert? Van elmúlik. Az nem kell minden banális dologra szert adni, homeopátiásra sem, viszont kell a szervezetre is adni. De nem akar tudni a köhögése, de mélyültet, és akkor a feleségemmel arra kapjuk magunkat, hogy már egész éjszakra ülünk az ágyára, és figyeljük, hogy mikor áll le a vészése. És akkor hát nagy nehezen az apjának esett egy tantusz, hogy a bor termi a
baktérium, ami a szamárkőrvésnek a okozója, az benne van a populáció 20-30%-ának a dolgában. Tehát az egy jelenlévő kórokozó, és attól lehet kapni szamárkőrvést is, vagy elhúzódó, mélyebb, téli, főleg téli műszakban, mert nehezen dolgozó körülési betegséghez. Szóval leesett a tanulás, hogy egy gyerekemnek szamárkőrvése van. Hála a homeopátiának, és hála a szellemi urának. 2-3 nap alatt tökéletesen megőrült a gyerek, abban a stádiumban, hogy intenzív osztályon és kórházon keresztül kb. 2 hétet volna gyógyulása, abban a stádiumban. Tehát ezt mindig el szoktam mondani szülőknek, akik arra a önálló útra kerülnek, hogy elmondhatnak, hogy azért néhány dolog van. És ahogy az egyik előző előadásban elhangzott, hogy a Kennedy előadásban elhangzott, hogy a polió az nem létezik, ugye? A Kennedy nem volt. Hogy a polió nem létezik, mert az egy energius, ami önmagában nem okoz, bocsánat, úgy tudjuk, hogy a polió valóban nem létezik, az egy toxin, igen, tehát nem kell a gyerekekkel egész életet szerint, persze. De van persze, ami létezik, hát ezt figyelni kell rá. Ez a könyv egyébként az egészségi oldások nélkül el is felhívja a figyelmet, hogy mi van, ha jön egy szamárkőrvés, és mit kell tenni, hogyan kell észrevenni egyáltalán, és a többi. Nagyon sok fertőző betegség, egy állalós betegség, megtalálható benne, jó, nagyon soknak. Szerintem ötükre fogom már. Csak annyit erről a hosszú távú homeoprofilaxisról, hogy ez a vizsgálat azt mutatja, hogy nincs lefordítva magyarra, hogy abban az esetben, amikor oltatlanokat hasonlítottak össze, tehát hosszú távon, olyan gyerekekkel, akik homeopátiás profilaxis, homeopátiás megelőzést kaptak egy-egy betegséget, akkor nem, hogy nem kapták el ezeket a betegségeket, szamárkőrvés és kamerával és a többi, hanem még összehasonlítva a egyébként homeopátiás kezelést nem kapott, de nem oltott gyereknek, még azokhoz képest is jobb lett az egészségügyi állapotuk. Hát szerintem nem megyünk tovább, ugye? Mehet. Még egy 10 perc. Köszönöm szépen. Jó. Jó. Tehát az oltás-károsodás kezelése az rendkívül komplex dolog. Éppen ezért, mert amit hallottuk és tudjuk, nagyon-nagyon sokféle oltóanyag van, és ezeknek mi az a hatásai mind elakulnak, miazmatikus zavarokat okoznak, tehát az életerő zavaráknak, egy komplex zavart okoznak a szervezetre. Nagyon nehéz visszakövetkeztetni, visszaolvasni azt, hogy melyik zavar, melyik oltóanyag következtében alakul ki. Nem is mindig tudjuk. Ha tudjuk, akkor azt jól tudjuk kezelni egy adott oltóanyagozódával, de van, amikor olyan blokkok vannak a szervezetben, hogy ez önmagában nem elég, szükséges, hogy adjunk valamilyen alkatnak megfelelő szert, és azon túl még vitaminokat és egyéb kiegészítőket. Szóval azért is az oltás károsodások előadásban azért is foglalkoztunk ilyen sokat az elején a rendszerrel, tehát a kötelező védőoltási rendszerrel, mert ott lehet ezt igazán orvosolni, mert olyan mély és nagyon, nagyon nehezen gyógyítható és nagyon nehezen kezelhető zavarokat, problémákat tud okozni ez a rengeteg oltás, hogy ezzel így nem fogunk bírni. Tehát a rendszer kell valóban megváltoztatni. Még akkor egy röviden, hogy összefoglalunk képpen, hogy milyen oltási reakciókat tudunk. Hát az a legkedvezőbb, amikor láz, rossz közérzet, háladé, kiütés keletkezik oltás után rövid időszakkal, végigfut a úgynevezett, ez is egy műbetegség,
a vakcina betegség van a szervezetben, és az egészség visszatér. Tehát ez kell a szervezetnek egy lázas állapot, egy váralékos megszabadulása a problémáktól. Akár kiütés is lehet ilyen. Tehát ezek mind jó, nem szabad őket elmenni, nem szabad lássi napítatot, lehetőleg antibiotikumot sem alkalmazni, vagy egyébként szereket. Homeopátiában nagyon sokszor lehet ezeket segíteni. A második típusú oltási reakció, ami már egy kicsit nehezebb, azt mutatja, hogy az életerőt nehezebben birkózik meg a feladattal, az egy elhúzódó lázas állapot, a reagáns reakció, ismételt fertőzések, idegrendszerű viselkedési zavarok lehet, amiből aztán be lehet ragadni. Tehát ilyenkor van az, amikor a gyerek egy hetet jár iskolába, és egy hetet van otthon, nem tudom, hallott-e már valaki ilyesmiről. Elég közömi dolog. A harmadik típusú reakció, amikor látszóan nem történik semmi, ez nem biztos, hogy jó dolog. Ez lehet egy kezdete, egy látás miasmának, egy új beteges állapotnak, ami akkor még nem terül ki, csak ez fokozatosan észrevételő lapakra alúzi módon alakul ki, és mégiscsak sok esetben vissza lehet vezetni az alapos esetfeldolgozás és nyomozás alapján egy gyerekkori kötelező oltásokat, felnőttkoriban is. A negyedik típusú oltási reakció, amikor egy alvó látás miazma ébred fel, hogy ugye ezt a miazmát egy olyan homeopátiában, a miazmát egy olyan beteges állapotot jelent, egy beteges fogékonyságot, amiket szerezni is lehet, de a szülőtől, vagy még följebből lehet örökölni is. És ezek a fő betegség típusok, betegség mintázatok, betegség hajlamokat jelentenek, hogy milyen betegséggel lesz valaki hajlamos egész élete során. Nem könnyű ezekből persze, különböző súlyosságok, de a gyógyítás, de hagyományos orvoslás nem tud ezeken segíteni, csak homeopátiában lehet ezeket a miasztmákat gyógyítani. És hát az ötödik oltási reakció, ami nem maga a főszer, hanem a különböző tartósítószerek, radiolások, immunmodulások, antibiotikumok, stb. Okoznak a szervezetben ezt is. Ezeket megvannak önök speciális homeopátiás szerei, ezeket el kell különíteni. Úgyhogy az oltás károsulások kezelése az egy sok tényezős függvény, nagyon alapos kikérdezés, elemzés, az eredmények értékelése és megfelelő szerválasztás alapján lehet. Vannak olyan esetek, amiket egy szer meg tud gyógyítani, mondjuk egy oltás után keletkezett hasi fájdalmat, betegek kezelten, hogy oltás óta 3 hónapja fáj a gyerek hasa, állandóan panaszkodik. És akkor kapott egy ennek megfelelő szert, és meggyógyult egyszer. De hát van olyan eset, amikor évekig tart a kezelés, olyan mélyen, olyan nagyon súlyos állapotot, idegrendszeri immun problémákat okoz. Hát szerintem én nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gratulálunk a kérdéseket. Az a kérdésem, Tusányi doktor, ott adott könyveket, ugye, és akkor mondod, hogy adományként lehet azért fizetni. Az a kérdésem, hogy aki vitte könyveket, az adjon adomány, tehát elég drágák ezek a könyvek előállítása, tehát szeretném kérni, hogy mint a rendezvény gazdája, hogy ne tűnjenek úgy a könyvek, hogy nem kapott semmi bevételt belőle. Ami van bevétel, az látható a kevés ahhoz, ami mindjárt tudjuk. Köszönöm. Köszönjük szépen! Túlcsányi doktornak ajánlom, hogy majd legközelebb arról tartson alá előadást, hogy a négy gyerekét hogy mentette ki az oltási. Nagyon kíváncsi a felvétel! Jó? Lehet, hogy nem leszünk fel, csak négy szent közt elmondja, de minden életében egy jó dolog lenne. Most pedig a szezonális allergiáról Kamasi doktor kaptam előadást, hogy a Big Pharma megkerülésével hogy tudnám ezt kezelni.